Gyegye János már többször kápráztatta el játékával a 60-i közönséget. A művész elmondta, annak ellenére, hogy nehéz időket élünk, a kulturális életre nem lehet panasz a városban. Általában akkor jövök ide, amikor a Laciékkal játszok a Vonós négyessel, de hát hogyha milyen zenészek vannak itt 60-ban, mint a Laciék, akkor szerintem itt egy óriási zenei élet tapasztalható. Elárulta azt is, hogy amikor az Art Café először kereste fel azzal az ötlettel, hogy zenéljenek együtt, szkeptikus volt. Kételjei azonban hamar elszálltak. Azt kell mondjam, hogy hát én elég sok mindenkivel játszottam, nem csak kint külföldön, de Magyarországon is, hogy tehát ilyen Vonós négyes nagyon ritka. Tehát annyira, hát nem csak emberileg egyébként, mert az csak egy része ennek a tortának, hanem szakmailag annyira jók és annyira kiváló, ezt majd egyébként a mai este is hozza, hogy ez egy óriási találkozás volt nekem. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük azon a napon, amikor Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imádságunkat, a himnuszt.